2019 év elején mintaprojektként indult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkaerőpiaci reform. Ez az önkormányzat és a pénzügyminisztérium közös programja. Az új módszertan célja, hogy a vállalatok igényei szerint megtalálják a megfelelő munkaerőt a megyében. A programot sikeresnek értékelték a pénteki sajtótájékoztatón. A kormány megbízott arra is alapozta a kijelentését, hogy pár hónap alatt 10.500 fő kezdett dolgozni az elsődleges munkaerőpiacon. Az elmúlt években a megyei munkanélküliségi ráta is nagy mértékben javult. 2010-ben az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy hogyan lehet azoknak az embereknek munkát adni, akik munkanélküliek voltak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a szám megközelítette a 20%-ot, ma már 8% alatt van a munkanélküliségi ráta a megyében. Nyilvánvalóan van teendünk, el vagyunk még maradva az ország más részeihez képest, de nekünk jóval mélyebbről is kellett ezt a munkát elkezdenünk. Ezért is örülünk minden egyes olyan esetnek, amikor sikerül abban segítséget nyújtanunk, hogy a munkáltató és a munkavállaló egymásra találjon. A reformprogram legfontosabb eleme a foglalkoztatási szolgálat átalakítása volt. Nagyobb hangsúlyt kapott a vállalati kapcsolattartás, de az álláskeresők is újfajta profilozást tapasztalhatnak. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatási osztályok munkatársai, mint munkaerőpiaci tanácsadók elbeszélgetnek az álláskeresőkkel. A körülbelül 8-10 perces beszélgetésen érdeklődnek a végzettségükről, a korábbi tapasztalatukról. Az adatok alapján egyszerűbben tudnak munkát keresni az érintetteknek. A reformprogram az ország megyéinek kétharmadában már működik. A következő hónapok feladata, hogy országosra bővítsék. Aztán egy újabb mintaprojekt indulhat jövő évben. Akkor azokat próbálják majd megszólítani, akik bármilyen végzettség hiánya miatt nem tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Olyan várhatóan térítésmentes képzések indulnak, amelyek elvégzése után könnyen találnak majd állást a még jelenleg munkanélküliek. Nem mi fogjuk kitalálni ilyen hűvös irodánk rejtekében, hogy most erre vagy arra lenne szükség, hanem nagyon szigorúan a vállalati kapcsolattartó kollégákon át begyűjtve ezeket az információkat, szervezzük majd ezeket a képzéseket. Tehát minden tiszteleten mondjuk a fitness menedzsereké például, de ők piaci alapon is föl tudnak készülni erre a hivatásra, mert erre van fizetőképes kereslet mondjuk, tehát az ő képzettségük az alapján finanszírozható piaci oldalról. De mondjuk az építőipari ágazatban például nagyon-nagyon nagy nyomás van a munkadók részéről, hogy bizony induljon olyan képzés, amivel festő, bádugos, burkoló, stb. A megyei munkaerőpiaci helyzetet többek között egy 7 milliárd forintos megyei foglalkoztatási paktum is segíti. Ez a projekt is előtérbe helyezi a vállalkozások és cégek igényeit, közölte a megyei közgyűlés elnöke. Van egy fórumunk, amelyet működtetünk a program kezdetétől, amelyben vállalkozások is, helyi kis- és középvállalkozások, kamara, agrárkamara, kereskedelmi és iparkamara részt vesznek a fórum munkájában, és folyamatosan kapjuk tőlük az impulzusokat, hogy milyen támogatási igények vannak, 70 vagy 100%-ban legyen a támogatási intenzitás 4 vagy 6 hónapban. Ezeket folyamatosan reagálva a munkaerőpiac igényeire ezt kezeli a fórum szervezet, illetve a képzési programokat is a fórummal köröltve indítjuk el. Nem csak a megyei foglalkoztatási mutatók javultak az elmúlt években, amíg 2010-ben közel 3,7 millió ember dolgozott Magyarországon, addig ma már ez a száma 4,5 milliót is meghaladja.